Sziasztok! Akik követik a munkásságomat, tudják, hogy kutakodok izgalmas figurák után. Az ORF Burgerland oldalán hallottam egy interjút Báló Zoltánnal, és beszélni akartam vele, mert nagyon izgalmas munkája van. Nem soká itt lesz a Skype-on, nem is húzom a szót, kezdjük el! Szép jó reggelt, Zoli! Üdvözöllek a műsorban! Szervusz, szép napot kívánok neked is, és köszönöm, hogy meghívtál ide a Világjáró klubodba. Köszönöm a lehetőséget, hogy részt vettek a magazinodba. Próbálom keresni a különleges, érdekes, munkakörű, érdekes figurákat itt Bécsben, és te muzeológus vagy, és projektszervező. A te életedet is biztos felborította ez a csodás járvány. Elmondd nekünk, hogy milyen volt a munkád a Covid előtt, és most jelenleg milyen projektjeid vannak? Mi egy KFT alapú cég vagyunk, tehát bevételekből ugye élünk, úgymond projekteket vállalunk, dokumentumfilmek és kiállítások készítése, és ebből finanszírozza magát a cég. Én foglalkozok maga szervezésével, a kurátori munkát is végzek, és igazából ez a vírus teljesen beletrafált a mi számításunkba, mert alapvetően 3 hónapig készültünk, hogy felépítsük HMVFM-be az új kiállításunkat, és pont egy héttel előtte, amikor ugye mi úgy volt, hogy startra megyünk, és akkor készítjük a kiállítást, akkor jöttek ugye ezek a kijárási tilalmak és a krízis, és innentől kezdve mindent le kellett mondani, amit 3 hónapig úgymond megszerveztünk, és akkor ez miatt igazából mi is, mint szerintem legtöbb ember Ausztriába, Kurzarbeitra kerültünk, és itthonról dolgoztunk. Aki már belefutatott a te nevedbe, meg a tevékenységedbe, így az online teret nagyon ügyesen próbáljátok kihasználni. Erről a projektről mesélsz, hogy kicsit átírta a forgatókönyveteket a Covid, de azért ment a brainstorming, ment az ötletés, akkor hogyan tovább? Igen, mert mi alapvetően már korábban is online térbe gondolkodtunk, tehát ilyen volt, mint a Magyar Nagykövetségnek a koronázási kép ciklusát, ugye Mária Teréziának mi online elérhetővé tettük, és ugye gondoltuk, hogy mi is, mint láttuk más múzeumok is, így készültek, hogy kinek hiányzik a kultúra, aki otthon van, és akkor mégis nem tudunk elmenni, meglátogatni, megnézni egy kiállítást, akkor mi ezt az online térbe lehetővé tesszük, ezért kibővítettük. A 9. kerületben van egy Johann Strauss múzeum, ez igazából éppen elkészítettük mi a digitalizálását, és aztán igazából egy audio szisztémet is sikerült installálnunk ott, és ezt mi online tettük. Az emberek meg tudják online nézni, tehát johannstrauss.com, ott végig lehet kattintani, meghallgatni maga Johann Strauss legszebb műveit. Mellette pont lezártuk az Osztrák Örökségvédelmi Hivatallal, Ahnenzahlnak hívják, ugye maga ugye az Örökségvédelmi Hivatal dolgozik, ugye nem lehet bejárni, de mégis ugye ez történelmileg Rudolf trónörökösnek az étkező helységnek lett kitalálva képekkel, egy nagyon szép, gyönyörű helység, amit ugye szintén digitalizáltunk, és elérhetővé tettük. Sajnos ez, mind a Johann Strauss Múzeum tartalma is németül van csak, de tervezzük, hogy több nyelvűvé tesszük, tehát angol és magyar nyelvre. Tehát igazából ez volt, amivel igyekeztünk hozzájárulni kicsit így azoknak, akik kultúr, úgymond éjségét csillapítani az embereknek, akik szeretnék még többet látni krízis alatt kultúrából. Ez nagyon szuper és szimpatikus, hogy jött egy nehéz helyzet, jött egy kihívás, és tudtatok, meg akartatok is erre reagálni. Ha nézzük, hogy a Covid előtt ilyen offline múzeum építéssel foglalkoztatok 3 hónapon keresztül, most meg az online térben próbáljátok felépíteni ezt. Lehet, hogy ez lesz a jövő, hogy több energiát, időt fogtok az online tér 3D túrba fektetni? Hogy látjátok most így a jövőtöket? Mi korábban is eléggé aktívan az online részben részt vettünk, tehát hogy alapvetően én úgy gondolom, hogy ma egy cég vagy egy intézmény igazából, hogyha nem fektet kellő figyelmet erre az online térre, ez a vírus helyzet megmutatta pont, hogy egyszerűen ez egy óriási hiba. Például láttuk, hogy egy sok cég, aki eddig azt mondta, hogy gyerünk, akkor ha bejöttök hozzánk, akkor mi eladunk nektek bizonyos termékeket, az oda jutott, hogy nem érte meg neki nyitva maradni, és inkább az online térbe mondjuk rá eladott. És akkor a mi cégünknek a mottója az, hogy igyekezünk olyan helyekre bejutni, olyan épületekbe, olyan múzeumokba, vagy akár helységekbe, amit ugye egy turista mondjuk rá nem
mehet be, vagy nagyon ritkán mehet be, vagy nem népszerű, nem tudnak róla. Ezeket mi digitalizáljuk, és mi ezt céltudatosan igyekszünk a jövőben is, és eddig is igyekeztünk mi, nem a krízis miatt, hanem előtte is ugye így gondolkodtunk, hogy ezt a nyilvánosság elé tenni, és azt mondjuk, hogy meg tudod tekinteni. Mint mondtam, mi kicsit szoftver cég is vagyunk, meg kiállítások kultúrával foglalkozunk, és pont ez a szoftver segít abba, hogy egy képet elmagyarázzunk azoknak az embereknek, akiknek mondjuk például kevesebb háttértudása van mondjuk történelem vagy kultúra tekintetében, és akkor így az ember kényelmesen online térbe rákattint a képre, és akkor, hogy akit lát a képen, pont a nagykövetségnél majd Mária Terézia látható a képen, ki volt mellette, maga személyeket elmondjuk, hozzáteszünk megfelelő információkat. Tehát a jövő mindenképpen szerintem ez. Én azért mindenképpen hiszek benne, hogy az online térbe részt kell venni, tehát ott megmutatni, hogy mit tud egy cég. Persze nekünk nagy szívügyünk az, hogy a múzeumok éljenek, és igenis, hogy a közönség bemenjen, hiszen szerintem ez is egy óriási élmény bemenni, és meglátni egy művet, egy klasszikus művet, vagy egy gyönyörű kiállítást, és kimenni, hogy hú, most ma is valamit tanultam. Szerintem így ez a kettő kicsit így, ha nem tudok utazni, online megnézhetem, de mindenképpen, ha időm van, akkor személyesen bemegyek a múzeumba, mert személyesen mégis jobb. Mi vagyunk régi gondolkodásúak, de szerintem ez párhuzamosan fog menni ez a két világ. Rácsatlakozva erre a gondolatra, nekem így top listás, vagy bakancslistás a Sixtusi Kápon, de még sose jutottam el, és például arra nagyon jó, nagyon részletes, 360 fokos túra van, és ismerősök elmondták, hogy amúgy nem egy nagy élmény, mert itt tolják az embereket, meg nagyon sokan vannak, hogy nem lehet úgy elveszni benne. De valószínűleg el fogok menni egyszer személyesen is, mert el akarok menni, de az online térben sokkal jobban ki tudom élvezni, rá tudok zoomolni, finomságokat meg tudom jobban figyelni, szóval szerintem van létjogosultsága ennek, és tényleg csináljátok, és amit mondta, hogy olyan helyeket is be tudtok mutatni, ahova mi civilek nem tudunk eljutni. Erről tudsz mesélni, hogy milyen projektjeitek vannak, nem tudom ebből mi titkos, vagy miről mesélhetsz, vagy mi még nem 100%-os, de ha van valamit, amit meg tudsz említeni, az érdekes lehet a nézőknek. A jövő szempontjából több projektünk van. Most éppen igazából ez, amit te csak egy röviden, amit te mondtál, hogy pont, hogy igen, vannak helyek, helyiség, múzeumok, például Sixtusi Kápon, ahol egyszerűen az ember tényleg nem tud bemenni és élvezni a helységet, az épületet, mert ahogy te is mondtad, annyi turista van, hogy egyszerűen muszáj a tömeggel menni, ha nem akarod, hogy eltapossanak. Erre lenne nagyon jó megoldás szerintem is a digitális tér. Amit még szerintem, ami kicsit különbség, hogy mi ezeket a helyeket, nem ezeket a helyeket keressük fel, hanem olyan helyeket, ahol ugye nem lehet százszerűen bejutni, hogy te is mondtad, civilek nem érhetik el, és igazából ott inkább arról van szó, hogy egy eldugott kincs, mondjuk úgy, és ezt akarjuk digitalizálni. Ilyen volt, mint mondtam, most csak röviden visszatérve, az örökségvédelmi hivatal épületében volt olyan helyek, amit igazából igyekeztünk, például ott maga ugye a mai képen, hogy ott mi történik most, hogy néz ki az adott tér, és igyekeztünk egy képet mutatni, hogy hogy nézett az ki a 19. században. És akkor, hogy rá tudsz kattintani, és egy ilyen fehér-fekete képről, ugye aztán vissza tudsz ugrani a valóságot, tehát ilyenekkel játszottunk mi. Mindenképpen ezért mondtam, szerintem a jövőben továbbra is, aki szeret múzeumban járni, az járni fog. Aki viszont valami okból nem mehet el, szerintem egy óriási lehetőség ez, hogy az online térben szintén megnézhetjük magunknak egy kiállítást, akár egy tálatvezetésen is részt vehetünk, mert már olyanról is hallottunk. Ami nekünk projektek a jövőben, például, mint mondtam, a Hohenwerfeni várba készítettünk mi egy boszorkány kiállítást, és akkor ez igazából rengeteg munkánk volt vele. Azért volt különleges, mert ez egy 17. századi boszorkány per anyagát vettük elő. Az Salzburg Egyetemmel dolgoztunk együtt, utána ezt profi színészekkel, ezt a boszorkány pert eljátszottuk, felvettük profi stúdióban, még oda is figyeltünk be, ez a boszorkány per Salzburgban történt, ezért igyekeztünk olyan színészt kiválasztani, aki salzburgi dialektusban mondja el a szöveget, és ugye maga a mesélő fog Hochdeutschba beszélni. Aztán ezt az egészet áttettük hologram történetbe, vagyis az emberek hologram jelenik meg előttük, és végigkövethetjük az egész boszorkánypert. Vagy csomó ilyen multimédiás dolgot csináltunk. Amit még el lehet mondani a projektben,
még a jövőben például mi most készítünk az osztrák, az ORF 3-mal, majd egy vámpír kiállítás lesz a jövőben a cél, de úgy vámpír dokumentumfilmet, hogy honnan is indult ez a vámpirizmus. Ugye sokan feldolgozták már ezt a témát, és akkor így igyekeztünk olyan dolgokat elővenni, ami ebben a témában, ami még nem volt feldolgozva. És ősszel, még amit így elmondhatok, ősszel fogunk a Coburg Hotel épületében, Palé Coburgban fogunk egy kiállítást megnyitni majd, ami Clementinről szólna majd, aki bent élt ebbe az épületbe, és maga ugye a bolgár cár első Ferdinándnak volt ugye az anyja, és ő egy nagyon érdekes életet élt, neki az életét igyekszünk kicsit bemutatni majd, kicsit divat is téma lesz, ruházat, fotók lesznek róla. Ő máskülönben Clementine nagy barátnője volt, Victoria angol királynőnek, tehát hogy tényleg ő mindenkivel kapcsolatban volt, és ezeket igyekezzük majd bemutatni, és nagyon sok magyar kapcsolata is volt ugye neki. Ferdinánd, az, aki bolgár cár lett később, ő jól beszélt magyarul. A korabeli lapok, amikor Bulgáriába trónra került, akkor csak úgy hívták, hogy most úgy az voltak a szallag címek, hogy a magyar huszár elnyerte a bolgár trónt. Tényleg van magyar kötődése is ennek, úgyhogy ez lesz majd ősszel Coburgba, és rengeteg tervünk van, meglátjuk, hogy mi fog a jövőben még létrejönni. Jövő héten fejezzük a boszorkány kiállítást végre, úgyhogy ennek örülünk már, hogy ismét kimeltünk és terepén dolgozhatunk idézőjelben. Ezek nagyon érdekes projektek, és csináljátok, ez a hologramos ötlet, meg a vámpír korszak bemutatása, ez kell. Tehát én Amerikában voltam, és ott tényleg a entertainment, a szórakoztatás, a múzeumok annyira izgalmasak, érdekesek, lekötik az emberek figyelmét, nem szárazok, hogy ez a jó irány, és csináljátok. Nagyon jó látni, hogy egy honfitársunk ilyen helyen dolgozik, mert nagyon sokféle pozícióban dolgoznak magyarok, és örülök, hogy ezt a műsort emiatt tudom csinálni, hogy téged egy ilyen karaktert is be tudtalak mutatni. Köszönöm szépen, hogy meséltél a munkádról. Amiket említettél, azt majd a videó alá linkeket be fogom rakni, és nézzétek meg, hogy Zoli csapat, amivel foglalkozik. Így van. Köszönöm szépen nagyon a lehetőséget még egyszer, és ez lesz szerintem mi szakmánkban igazából egy nagy kihívás, hogy az embereket úgymond bevonzani, ahogy te is mondtad, amit már Amerikában ezt nagyon ügyesen, profin csinálják, hogy itt is ezt folytatva és csinálni, behívni az embereket, ez lesz nekünk is a fő cél. Köszönöm szépen, hogy műsorban részt vettem. Legjobbakat, szervusz! Szervusz! Az elmúlt 50-60 adásból láthatjátok, hogy nagyon sokféle fajta helyen dolgoznak magyarok, ilyen kreatív munkakörben is. Örülök, hogy bemutathattam Zolinak a munkáját. Érdemes követni szerintem, hogy mivel foglalkozik. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Értékem, hogy a napi rohanásban 15-20 percet az én műsoromnak szántok. Nagyon jól esik. Holnap érkezik a következő adás. Elköszönök, megyek a vágóasztal elé. Sziasztok!